Tegnap hidegfront vonult át a térségen és okozott változékonyságot, záporokat, zivatarokat és persze néhány fokos lehűlést. A folytatásban azonban ismét melegszik a levegő, már hétvégén is akár 30 fokot mérhetünk. Köszöntöm az M1 nézőit, jó reggelt kívánok, Lazabori vagyok. És többfelé alakultak ki záporok, zivatarok, a Fejér vármegyei Csőszön is gyülekeztek a vészjósló fekete felhők, de Lengyel Sándor leírása, elmondása szerint a végén végül nem lett belőle semmi. De a látvány azért szerintem mindenért kárpótol. Köszönjük szépen ezt a csodás fotót, és önöket is bíztatnám, hogy küldjenek hasonlóan látványos képeket a meteorfotokukac@mtva.hu e-mail címre. Tegnap tehát hidegfront vonult át a térségen, ez már messze jár, de az ehhez kapcsolódó okklúziós kis görbület, egy nagyon apró kis légörvény még visszatekeredik a Kárpát-medence fölé, főként a keleti tájak fölé, és itt okoz még újabb záporokat és helyenként zivatarokat is. A középső és nyugati tájakon csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor, a folytatásban pedig a tőlünk északra található magas nyomás lesz időjárásunk legfőbb meghatározója, ennek peremén többnyire száraz levegő érkezik hozzánk. Ma tehát főként a keleti harmadban a Tiszától keletre eső területeken számíthatnak elszórt záporokra, és főként határainkon túl alakulhatnak ki zivatarok, de egy-egy besodródhat a Tiszántúlra is. A középső és nyugati tájakon, ahogy említettem, a napsütésé lesz a főszerep, itt-ott egy-egy futózápor nem kizárt, a gomoly és fátyol felhők mellett és a több órás napsütés mellett. A hőmérséklet csúcsértéke általában 22 és 28 fok között változik, az északi tájakon mérhetünk pár fokkal alacsonyabb értékeket, a Tiszántúlon pedig még sok felé élénk lesz az északias szél, ez pedig egy kicsit ronthatja a hőérzetünket. A folytatásban pedig emelkedik a hőmérséklet, vasárnap helyenként a déli tájakon 30 fok is lehet, mindamellett, hogy sok-sok napsütés vár ránk, és csak néhol fordulhat elő egy-egy futó zápor, kis valószínűséggel zivatar. Hétfőn pedig már erre sem kell számítanunk, sok napsütés, gomoly és fátyol felhők várnak ránk. Kedden azonban egy újabb hidegfront éri el a térséget, a hidegfront előoldalán azonban még délies légmozgással meleg levegő érkezik, így ezen a napon akár 32 fok is lehet, majd megérkezik a hidegfront záporokkal, zivatarokkal, és láthatják néhány fokot visszaesik majd a hőmérséklet szerdára, mindamellett, hogy újra visszatér a napsütés. Sokan nem tudják, de az édesvízi medúza Magyarországon is előfordul. Természetesen nem őshonos fajról van szó, valószínűleg Dél-Kelet-Ázsiából, Kínából hurcolhatták be ezeket a kis csalánozókat. Hogy miért éppen most beszélünk róluk? Mert az apró termetű 2-3 cm átmérőjű, átlátszó, lüktető mozgású élőlények szaporodásának a nyár után kicsit hűvösebb, nagyjából 22 fokos vízhőmérséklet kedvez. Ne ijedjenek meg, nem jelentenek semmilyen veszélyt az emberre, mert mikroszkópikus méretű csalánsejtjeik olyan kevés méreganyagot tartalmaznak, hogy csak az egysejtűeknek okozhatnak kellemetlenséget. Találtak már példányokat a szigetközi Duna szakaszon, a Mái, az Omszki, a Kistokai, a Tarcali és a Dorogitóban, de Gyékényesen és a Drávában is. A medúzák hazai előfordulásának ökológiai hatásait egyelőre nem ismerjük. Valószínű, hogy jelenlétük teljesen átalakíthatja a vízi táplálékhálózatot. Megjelenésük bizonyos szempontból jó jel, hiszen kizárólag tiszta vízben szaporodnak. Aki látványukkal nem tud betelni, akváriumban is tarthat belőlük, hiszen kezelt csapvízben is megélnek. Én most köszönöm a figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!